Budapesti témával folytatjuk a vonalban Winter Manter Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakció vezető. Nem tudom, látta-e tegnap az ATV-ben interjút adott Karácsony Gergely a napközbeni bejelentései kapcsán magyarázta a fővárosi vezetés bizonyítványát, és ebben ő azt mondta, hogy Budapest nettó befizető, tehát többet fizet be a kormánynak, illetve az államnak, mint amennyit tőle kap. Ez igaz lehet? Sokféle számítás létezik. Én azért nem szeretem ezeket a számháborúkat. Én is készültem néhány számmal, és nagyon szívesen megosztom önnel is és a hallgatókkal is, de ugye összességében kell nézni, ugye mindig mondják a big picture-t. Budapest 2010 előtt is Magyarország a nemzet fővárosa volt, 2010 után is, amikor Tarlós István vezette. A 19-es választásnál is ugyanúgy a nemzet fővárosa, ugyanúgy az ország fővárosa, ugyanúgy hatnak rá azok a gazdasági folyamatok, ami az egész országra, ugyanúgy hatnak rá a háborúra adott, elhibázott szankciós politikának és az energiaáraknak a nehézségei, mint akár egy kerületi önkormányzatra, akár egy vidéki városra. És azt tapasztalhatjuk, most már azért 3,5 év van mögöttünk, hogy ebben a 3,5 évben Karácsony Gergelynek még soha semmiért nem kellett felelősséget vállalnia. Ebben benne van az is, hogy ezt nem kérték rajta számon a budapestiek, benne van az is, hogy ezt nem kérték rajta számon a partnerei. Mi számos alkalommal fölhívtuk a figyelmet arra, hogy mit, hogyan lehetne másképp csinálni. Fölhívtuk a figyelmet az elhibázott döntésekre, amitől egyébként bevételektől esik el mind a mai napig a főváros. Fölhívtuk a figyelmet arra, amikor a túlárazott beruházásokra került sor, említhetném itt a Lánchidat vagy a Blaha Lujza teret, mind a kettő kisebb műszaki tartalommal későbbre és magasabb költségen készült el. Tehát el lehet kezdeni ezt játszani, mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak, és ne felejtsük el, az az egyetlen egy tétel, amit úgy mindig és hangsúlyosan mond Budapest főpolgármester, a Karácsony Gergely és a baloldali vezetés, az a szolidaritási hozzájárulás, ami egyébként normatív számok alapján kerül meghatározásra, az adóerő képessége szerint, tehát a gazdag települések, a jó anyagi helyzetben lévő települések fizetik be, nem a központi költségvetésnek, nem arra, hogy ebből a kormány úgymond a saját céljaira, bár a kormány is az emberek céljaira fordítja a pénzt, hanem azért, hogy a nehezebb helyzetben lévő, rosszabb adottságok között működő kistelepülési önkormányzatokat segítsék. Azért is hívják szolidaritási hozzájárulásnak. Ez azért mindenhol, és pláne Magyarországon azért a szociális érzékenység, az egymásra való odafigyelés, az úgy mindig benne volt az emberekben. Ezzel a politika szeretett is és szokott is visszaélni, de az, hogy egyébként elismerjük azt, hogy a különböző településeknek az ország adott régióiban különböző gazdasági adottságok vannak. Egészen más adóbevételekre tehet szert egy főváros, mint egy kis település, ahol adott esetben egyetlen egy termelőüzem nincsen, egyetlen egy olyan vállalat nincsen, amely mondjuk iparűzési adót fizet, akkor igenis érdemes azon elgondolkodni, hogy kell-e érvényesíteni ezt a szolidaritást egyébként az önkormányzati finanszírozásban is. Szerintem igen, ezzel Karácsony Gergely nem ért egyet, ez a szíve joga, ő ezzel kapcsolatban most bírósághoz akar fordulni, szíve joga, megteheti. Én ezek helyett, a kommunikációs harcok helyett, a bírósági küzdelmek helyett inkább Budapest ügyeivel foglalkoznék a helyében. Nem vagyok a helyében, én csak budapesti polgárként, illetve a közgyűlés egyik frakcióvezetőjeként meg tudom fogalmazni ezeket az elvárásokat. Ő azt mondja, hogy ez a szolidaritási adó törvénytelen, ezért ezt a 25 milliárd forintot nem fogják befizetni, és azért sem fizeti be, mert számára fontosabb az, hogy a közszolgáltatások működjenek, ne álljanak le, és annak a 23 ezer valahány fővárosi dolgozónak, akik a fővárosi cégekben dolgoznak, tudjanak fizetést adni. Ennyire rossz a helyzet Budapest pénzügyi helyzete, hiszen ön is elmondta már többször itt nálunk is, mások is, hogy amikor Tarlós István átadta 3,5 évvel ezelőtt a kasszát, akkor a kasszában, a kasszának a kulcsát, a kasszában 214 milliárd forint megtakarítás volt. Hova lett ez a pénz?
Hát nagyon jó kérdés, hogy hova lett az a pénz, illetve kiegészíteném egy másik adattal, mert ugye Karácsony Gergely szívesen beszél arról, hogy milyen kötelezettségei vannak, hogy adott esetben mennyivel emelkednek az energiárak, de azt se felejtsük el, hogy 2020, és ugye most a tervezett bevétellel együtt 2023-ban, tehát Karácsony Gergely 4 évében 200 milliárd forinttal több iparűzési adó bevétele van a fővárosnak, mint Tarlós István utolsó 4 éve. Ugye legyünk korrektek, 4 évet a 4 évvel hasonlítunk össze. Tehát összességében, ha ezt nézzük, akkor már 400 milliárd forint fölötti összegről beszélünk, amivel nagyobb volt úgymond az a torta, amiből Karácsony Gergely gazdálkodhatott. Most ehhez képest, hogy ő fölemlegeti a néhány 10 milliárddal 50 milliárd körüli összegre emelkedett szolidaritási hozzájárulást, akkor még mindig keresünk nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt. Igen, és bocsánat, hogy közbevágok, hogy ugye azt mondja, hogy Tarlós István idejében 10 milliárdot kellett fizetni, most 50-valahány milliárdot a fővárosnak, de ha már ez szóba került. De bocsánat, ne menjünk el emellett, tehát azért az egy nagyon álságos dolog, és mi is most majdnem hirtelen átsiklottunk felette. Hát a szolidaritási hozzájárulás intézménye már akkor ismertnek kellett volna lennie Karácsony Gergely számára, amikor még zuglói polgármester volt. Azért ez nem egy derültékből a villámcsapás. Én nagyon örülök neki, hogy így 5 év távlatában most hirtelen azt gondolja, hogy ez törvénytelen. Ő zuglói polgármesterként is megfizette ezt a szolidaritási hozzájárulást, hogy pontosabban a pénzügyi vezetői, mert ezek szerint neki lövése nem volt arról, hogy van egy ilyen típusú intézmény, mint hogy szolidaritás az önkormányzatok között. Én most örülök, hogy 1 évvel a választás előtt kitalálja, hogy akkor egy újabb támadási és konfliktuspontot tud találni a kormánnyal, de hát bocsánat, ettől Budapest nem fog előrébb menni. Egyébként ez a 25 milliárd, vitatott 25 milliárd forint, amit most nem akar az államkasszába befizetni, ez Budapest összköltségvetéséhez képest mekkora összeg? Mert nagyon kicsinek, vagy kevésnek tűnik. Hát nagyon kevésnek tűnik. 500 körül van a főösszege, 500 milliárd körül van a főösszege a fővárosnak. Nyilvánvalóan egy költségvetés tételekből áll össze. Én azért gondolom azt, hogy ezt az eseményt, vagy ezt a tételt, ezt a akciót választott a Karácsony Gergely, mely ez az a pont, ahol a legjobban lehet a konfliktus keresést megvalósítani a kormánnyal szemben. Ugye azzal nagyon nehéz vitát generálni, hogy akkor most beszélgessünk a közvilágításról, hogy lehet-e csökkenteni, kell-e csökkenteni, érdemes-e megtakarító beruházásokról beszélni, olyan lámpákat föltenni, amelyek kevesebb áramot fogyasztanak. Tehát ezek olyan elsikló viták. Az, hogy ez a nincs pénz, azt úgy, most bocsánat, az bárki megérti. És nem kezd el bogarászni a főváros közgyűlésé által elfogadott költségvetési sorok között áthúzódó tételek, adóbevételek, adó átütemezések, vagy bármilyen ilyen tekintetben már azért elsikad az emberek figyelme, nem is nagyon foglalkoznak vele, mindenki teszi a maga dolgát, viszi a hétköznapi életét, a munkáját, neveli a gyerekeit, nem foglalkozik azzal, hogy Karácsony Gergely éppen igazat mond-e. Vannak szimpatizásai, és lássuk be, Karácsony Gergely ügyesen kommunikál, megtalálja ezeket a pontokat, amiket üthet, forró vasként üthet és alakíthat, és híreztelheti azt a helyzetet, miszerint a kormány tehet arról, hogy a fővárosi önkormányzat ki van véreztetve. Én mindig el szoktam mondani pártállásra tekintet nélkül. Itt van 13. kerület MSZP-s polgármestere. Prosperál, virágzik a kerület. Ugyanabban a fővárosban van, mint ugye maga a fővárosi önkormányzat. De mondjak egy fideszest, hogy csak egyet, mert többet is mondanak. 16. kerület Kovács Péter. Prosperál, szépen fejlődik, stabilan működik a kerület. Én elhiszem azt, hogy vannak, akiknek tetszik ez a nagyon kis mosolygósan, halkan elmondom, hogy engem mindig bántanak, és azért nem tudok dolgozni, mert a külső körülmények, az időjárás, vagy éppen a csúf és gonosz Orbán Viktor nem engedi. Na de hát, bocsánat, Budapest főpolgármesterének lenni nem kötelező. Ha ez neki nem megy, ha a város az ő irányítása alatt az ő állítása szerint csődbe megy, nem kell ezt erőltetni. Mi, budapesti polgárok, nem érünk rá az ő 5 éves politikai ambícióinak a kielégítésére várni. Jól láthattuk, hogy ő zugló polgármestere sem akart lenni. Hát az első adandó alkalommal lefalcolt főpolgármesternek, és jól látjuk, hogy főpolgármesterként sem a város ügyeivel foglalkozott, hanem a kormánnyal szembeni hadakozást, az ő miniszterelnök jelölti ambícióinak az építgetését csinálta, és most,
amikor kiderült, hogy az nem lehet, mert saját bevallása szerint ugye jött a villamos és elütötte őt, és Markizaj Péter lett az összellenzék jelöltje, akkor most megint megpróbálja megtartani ezt a pozíciót, ahol a saját slepét, a stábját, saját magát el tudja látni apparátussal, hivatallal, fizetéssel és pénzzel. Ebben keresi most egyébként a szövetségeseket, és akkor egy politikai szálat hagy hozzak be, ha még ebbe beleférünk. Azért az nagyon sokat mondó, hogy nem telt el egy-másfél hét, amikor Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy elégedetlen Karácsony Gergellyel, mert a budapesti pozícióját nem használja ki eléggé, nem használja föl a kormánnyal való hadakozásra. És lám-lám, Karácsony Gergely egy hét múlva rögtön kitalálta, hogy neki most akkor 5 év után eszébe jut, hogy a szolidaritási hozzájárulással problémája van, és pereskedik. Ismételtem most már 20-adjára csődder riogat, és megpróbál egy keményebb hangvételt megütni a kormánnyal szemben. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez semmi másról nem szól, mint hogy Karácsony Gergely meg akarja szerezni a jövő évi választáson Gyurcsány Ferenc támogatását. Egy mondatra maradt időnk, de muszáj meg, de ez nem, ugye nyilvánvaló, hogy egy jól felépített kommunikációs kampányról van szó, hiszen múlt héten ezt az egész csődhelyzetet Kis Ambrus egy lapinterjúban már belengedte, tegnap pedig Karácsony Gergely kiállt a kamerák, mikrofonok elé. Jövő héten beviszi ezt a takarékossági csomagot a fővárosi közgyűlésbe. Lehet-e azt már most tudni, hogy önök hogyan fognak szavazni? Tényleg fél percünk maradt. Hát amit lehet tudni, az nem takarékossági csomag. Tehát az, hogy hitelt vesz föl, az, hogy bizonyos fizetési kötelezettségeket nem akar teljesíteni, az nem takarékossági csomag. Hát bocsánat, hogyha egy háziasszony elgondolkodik a saját háztartásával, és azt mondom, hogy jön a villanyszámla, de nem fizetem ki, az nem takarékoskodás. A takarékoskodás az az, hogy megpróbálok kevesebb áramot fogyasztani, ügyesebben beosztani az időmet, a meglevő pénzemet, úgy átcsoportosítani, hogy abból kevesebb fizetési kötelezettségem legyen, olyan beruházásokat csinálni, amivel kisebb fogyasztásom van, de az, hogy nem fizetek be valamit, vagy hitelt veszek föl, az nem takarékossági csomag. Tehát önök ezt a csomagot akkor ne nevezzük annak, meg fogják szavazni, vagy sem? Látni kell a részleteket, ami alapján a főváros ismételten működési hitelfelvételt akar elé, az a végzet. Azt láttuk már, hogy hova vezet, amikor Dembski Gábor idejében a baloldal eladósította Budapestet.